Kerekes Angéla az egyik főszervezője volt a Néptánc gálának, amit a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola szervezett május 27-én a Dr. Papp László Városi Sportcsarnokban. Milyen hagyományokra tekint vissza ez a rendezvény? Ez a rendezvényünk immár negyedik alkalommal kerül megrendezésre. Csak kinőttük a saját tornatermünket, ezért idén már ide terveztük ezt a programot. Milyen táncokat adnak elő és kik? Olyan kisgyerekek táncolnak, akik heti egy órában testnevelés óra kereteiben tanulnak néptáncolni. Gyermekjátékokból álló dunántúli ugrós táncokat és moldvai táncokat adnak elő. Mennyit tanulják a gyerekek ezeket a táncokat? Most nem erre a programra, hanem általában? Első osztálytól hatodik osztályig van néptáncoktatás az iskolában. Hát ugye hatodik osztályra, amilyen tudásszintre eljutunk, már az látszik a produkciókból. És heti mennyi órában tanulnak? Heti egy órában tanulják csak, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ilyen szépen ki tudjuk őket állítani. Hogy tapasztalja, hogy a gyerekek mennyire szívesen vesznek részt a néptánc órákon? Úgy tapasztalom, hogy örömmel vesznek részt. A nagyobbak már kicsit két részre szakadnak. A kicsik még nagyon szeretnek járni. És a szülők mennyire támogatják ezt a munkát, mert szerintem nélkülük ez nem megy. Mi a maximális támogatást megkapjuk, úgy érzem, hogy köszönjük is nekik. És az iskolától? Az iskolától is maximális támogatást kapunk. A mai programot hogy sikerült megszervezni? Látom, hogy gépzene van, de van élőzene is. Így van, törekszünk arra, hogy legyen élőzene, és tulajdonképpen aki táncos, az tudja, hogy az élőzene az kihagyhatatlan egy ilyen alkalommal. Ma kik muzsikál? Ma debreceni kis Hága citerázik, nekünk iskolánk volt tanulója. Mennyire lesz ennek a rendezvénynek folytatása? Arra gondolok, hogy egy év múlva megszervezik, vagy milyen terveik vannak a néptánccal összefüggésben? Mindenképp terben van, tehát ezt hosszú távon tervezzük. És azt is meg lehet tudni egyébként, hogy a gyerekek esetleg el tudnak menni máshová is hatodik után táncolni. Hát itt Szentesen is van, Szegváron is van néptánc együttes, vagy az iskola alapít egyet. Ilyen elképzelések? Nem tudok róla még, de tulajdonképpen, hogyha lenne kedvük hozzá, gondolom, hogy ilyenről is lehetne szó.